Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás október 17-i. Mielőtt indítanék, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy van egy új akció, egy kedvezmény, ez megrendelhető egész évben. Ebben benne van egy születési horoszkóp elemzése az indiai asztrológia szerint. Ez nem egy kinyomtatott komputer elemzés, hanem ezt én készítem el. Azon kívül benne van egy évi horoszkóp. Nem egy általános iránymutatás, hanem pontosan leírom minden hónapban, mi történik nálad jövőre. A kettő együtt 17.000 forintba kerül, mert ez most fele áron van. Ha valakinek már megvan a horoszkóp elemzése, és nincs szüksége rá, kérhet az évi horoszkóphoz egy jóslást. És most megtekintjük a hétvégi szerelmi jóslást. A Hold eléri most hétvégén Neptun bolygót. Ők együtt fognak hatni. Nagyon hasonlóan, hiszen a Holdnál is, és Neptun bolygónál is az érzelmekről van szó, a vágyakról, az elképzelésekről, és az álmokról. Fontos most a hitet erősíteni. Neptun bolygó uralkodik az álmok felett, az lehet egy lelki üzenet is, vagy azt is jelentheti, hogy valaki álmodik rólad. És most megtekintjük a múltat. Mégpedig azt, mit kellene a múltból megőrizni, mi az, ami fontos számodra, vagy mi múlik el. Itt ez a motoros csaj mutatja, ez lehet egy kirándulásnak a tervezése, egy kiruccanás. Gondolkozz el azon, van-e kedved hozzá, igen vagy sem. Ha inkább otthon szeretnél maradni, akkor mondj nemet. Amit ez a kép még jelenthet, egy irányváltozás és fontos döntések. Itt látható ezen a képen a sors kereke, tehát itt lesznek fontos sorsdöntő változások nálad. De a jelen pillanatban, illetve most hétvégén dönteni még túl korai. Itt lesz egy közeledés a lelki társaddal, vagy ő hoz döntéseket. Ami elmúlik a múltból, az ez a helyzet. Amikor fáradt voltál, és kimerült, esetleg beteg, vagy fájt a fejed, ez most elmúlik. És megnézzük most a jövőt. Itt a gyűrűk utalnak egy eljegyzésre, vagy egy fontos kapcsolatra. A munkát illetően jelent egy fontos szerződést. És itt látható a házasság. Az lehet egy házassági ajánlat, vagy egy meghívás egy esküvőre. A munkát illetően szintén szerződésekre utal, egy előnyös szerződésre. Ezen a képen látható ez a szerelmes pár, tehát ez áll most a középpontban, itt lesz egy találkozás, és ő bókolgat neked. Itt ezen a képen látható egy nyeremény. Az utalhat jó szerződésekre, vagy egy nyereségre, de lehet egy
lottó nyeremény is. Talán nem ezen a héten, mert ez most már elmúlt, de akkor a jövő héten próbálj játszani. Amit ez a kép még jelent, a belső értékek, mert te egy nagy nyeremény vagy számára, és ő is értékes számodra. Hogyan tovább, ami a későbbieket illeti, ez a kép jelenthet uszodát is, hogy az most jót tesz neked. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és a víz eleme utal az érzelmekre. Itt mély érzelmekről van szó. És ezzel a mozgással átteszed magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, hiszen itt látható a könnyűség. Mindkét kártya azt is jelenti, hogy vannak külső befolyások. Ez lehet jó, de lehet rossz is. Azért legyél kicsit óvatos. Amit ez a kép jelent, lesz egy látogatás. Vagy te látogatsz meg valakit. Ez az ajtó jelenti a lehetőségeket is. Amikor kinyílik számodra egy új ajtó, utal a változásokra, munkahelyi változásra, vagy változásokra a párkapcsolatot illetően. És itt a gyermekek utalnak egy új kezdetre. Persze jelenthetik a gyermekeket is. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!